sziasztok! Beváltok egy másik ígéretemet is, amit már többször említettem, hogy majd azt még pótolom, meg ezt mondtátok is már. Konkrétan ez a film is, ez egy ilyen rövidke kis film lesz, egy tényleg nagyon kis rövidke film. Ez is a csatorna tagoknak készül. Próbálok majd mindig ahhoz igazodni, amiket kérdeztek, meg azokról magyarázni, főleg itt a csatornatagságon belül, mert tényleg rengetegféle kérdést kapok mindenfele. Viszont amiket, hogy én is úgy fontosnak tartok, hogy közölni, és kérdezik nagyon sokan úgy nézők, azokból próbálok majd mindig valamit kiokoskodni, meg megmagyarázni, de ezt nyilván mondom, nem a nyilvános YouTube csatornán 1500 videóval, hanem szépen így részletesebben itt a csatornatagoknak elmondok itt is mindent, amit csak bírok. És ez a rövid kis filmecske, amit tényleg még már szerettem volna bepótolni régen, az úszózásról szól. Tehát dugózásnak is szokták hívni, úsztatásnak. Igazából ugye nagyon sok válfaja van ennek. Ugye az egyik a kutyogás, ahol szokták ugye használni az úszókat. Ott inkább én ezeket a nagy testűeket részesítem előnybe, azt is majd elmondom szépen, hogy miért, majd külön-külön bemutatom, hogy ezeket az úszótípusokat. A lényeg, hogy úszózásnál, például, hát kutyogásnál például azért használom ezeket az úszókat, főleg amikor csali halat használok, ugye ez az egyik verzió. Szóval kutyogásnál szokták ezt például használni. A másik verziója, amikor csak simán úsztatod igazából a csalit, most az legyen giliszta, legyen nadály, bármi. Ugye ez egy melós sport, mert ugye itt éjszaka úsztatod, ugye a főleg folyóvízen ugye le fogja sodrás vinni, és ezt folyamatosan nézned kell, hogy mikor húzza el a harcsa. Ez is egy nagyon eredményes technika, de nyilván itt ugye aludni nem bírsz, tehát itt figyelned kell folyamatosan. Ugye van az a fajta úszós technika. Meg hát van a padmajozás, ugye, amikor ugye akár ilyen kisebb úszók is jók lehetnek. Ugye én is ugye a padmajozáskor is sokszor használtam egy úszót. Most már ugye bejöttek ezek a feelingű típusú szabályozások, ugye, hogy most már harcsatilalom van olyan szinten, hogy 100 centi fölött sem lehet ugye hazahozni ugye a harcsát, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy konkrétan célzottan nem is horgászhatsz tilalomba harcsára. Most nyilván a padmajozás az egy elég egyértelmű célzott harcsa horgászat, ugyanúgy, mint például egy giliszta csokorral vertikálozás. Úgyhogy gyakorlatilag ez a padmajozás ez olyan, hogy pont ugye amikor szezonja van annak, ez most már meg van tiltva. Szóval ez a padmajozás ez már vízeválogatja, tehát ez nyilván ez itt a Körösök és környékén ez már így offos, lehet, hogy nektek ugye még nem, hogyha olyan helyen vagytok. Ugye ezt is azért elmondom, hogy hogy van, mint van. És igen, tehát én ennél a három módszernél használok ugye úszót, ugye a padmajozás, meg az úsztatás, meg ugye a kutyogás, és akkor ugye meg fogok most mutatni egy ilyen szereléket, hogy hogy kötök meg, és akkor térjünk rá az úszóknak a típusáira. Tehát konkrétan látjátok ezt a nagyon nagy dundi úszót, tehát itt látszik, hogy ez 300 grammos. Ezt a nagyon nagy dundi úszót, ezt egyszer mutattam még nektek az egyik első filmben, ugye ezt fixre is meg tudom csinálni, és akkor ezzel lebegtettem kagylót, úgyhogy fixen, és akkor tudok mellette aludni. De legfőképpen ezeket a nagyon nagy dundi úszókat én ezt kutyogásnál használom. És már pedig lenne azért, mert ott sokszor, hogyha kárásszal például megyek, csurgok és ütöm a vizet, akkor egész nagy kárászt teszek föl. Én ezt annak idején úgy csináltam, hogy ugye egy bottal mindig, lejtettem, egy bottal mindig giriszta csokorra voltam, és akkor a másikkal meg hallal. Jobb, mert akkor tudok a giriszta csokros botra figyelni, hogy leföl engedem fenék közelben, minden is közben ütem a vizet. A másik, az meg szépen ott kavírnyál a hajó mellett, meg előtt, ugye, a kárásszal. És amíg én fogom a girisztás botot, nem az van, hogy spicről lóg le egy kárász, és akkor, ha a kapás is van, gyorsan már megy be fel a botba, hanem először az úszó fogja jelezni, szépen dolgozik az úszóval együtt ugye a kárász, mondom azért kell ilyen nagy testű, mert egy nagy testű hal se húzza le, és akkor szépen dolgozik akár egy nagy testű kárász vele, és ha kapás lesz, akkor az úszót fogom először látni
berántáskor, és akkor gyorsan még van időm oda menni és berántani, és még nem egyből kontaktol a harcsa ugye a bottal. Mert ott, amikor kapás van, és egyből kontaktol a spiccel, ott tényleg egyből reagálni kell, és be is kell rántani. Itt van egy kis időd. Szóval ez, igazából ez a nagy úszó az ilyen időnyerésből is nagyon jó. Igazából. De szoktak nagyon sokan úgy kutya, hogy gilisztát is, meg mindent ugye, csak azt nyilván kisebb úszókkal lebegtetik maguk mellett. Nyilván ez vízmérséktől is függ, mert itt ugye áligatni kell folyamatosan. Most, hogyha itt sokszor a 8-as vízből mész át, egy 4-es vízből, meg így, meg úgy, akkor az úszót is állogatni kell. De viszont, ha egy olyan helyen kutyogsz, meg csurogsz, ahol sok-sok száz méteren keresztül, vagy kilométereken keresztül ugyanaz a víz oszlopnak a magassága, akkor beállítod egy vízköztre, vagy kicsit fenéközelbe, vagy kicsit feljebb, ugye nyilván kutyogáskor feljön a harcsa rendesen, és akkor úszókkal igazából girisztát is, meg halat is szépen tudod vezetni a hajó mellett, ahol csurogsz, és akkor gyönyörű szépen, ugye egy vízoszlopba fog neked mindig mozogni ott, ahol szeretnéd. De mondom, ilyen nagyon váltakozó vízoszlopoknál ugye nyilván ezt is állígatni kell. Ha mondjuk egy 9 méteres vízbe csurogsz bele, úgyhogy addig 4 méteres vízbe mentél, és akkor 2 méterre volt mondjuk állítva, akkor ha belemész a 9 méteres vízbe, és akkor altad lesz 2 méterrel, akkor ugye, na, értitek? Úgyhogy ez a nagy úszó. Ezt most már le is teszem, mert már ki akart esni a kezemről. Ugye úsztatásnál is igazából, ha nagyobb testű csali halat akarunk úsztatni, akkor kell ez a nagy úszó. A következő, ez már kicsit ütött kopott, ez már sok kalandban részt vett velem. Ugye látjátok, itt is ennek is volt ilyen patrontartója, erről is itt kitör, de volt, hogy úgy nyomtam bele patront, ebbe is látszik, hogy ezen nem volt patrontartó ezen a nagyon. Ezen én csináltam egy lyukat, és akkor raktam bele patront. Lényeg a lényeg, hogy a következő ez egy ilyen 50 grammos kis úszó, ez ilyen kisebb testű csali hallal, vagy gilisztával, vagy nadájjal, én ezzel úsztattam nagyon sokszor. Hogy konkrétan a felszín közelében éjszaka úsztatod, és akkor ugye nyilván van egy világító patron, ami jelzi, kagylóval, gilisztával, nadájjal, bármivel, nagyon jó. És fogtam is nagyon sok harcsát így. Bár én felszínről, én személyes tapasztalatom, hogy eddig úszózáson én felszínről csak a kisebb harcsákat fogtam mindig, de volt, aki fogott már nagyon nagyot is, én nekem a kisebbeket adta mindig ez az úsztatásos technika, viszont nagyon sokszor, amikor mondjuk fenéken nem evett éjszaka, vagy akármi, így megfogtam őket. Szóval ez maga az úsztatás, a dugózás, az egy nagyon jó dolog. Gyakorlatilag mindenféle csalival egy éjszaka, annyi, hogy melós, figyelni kell, nem aludhatsz, de nagyon jó. És akkor mutatom őt, ő már egy ilyen kis csukázó úszó, tehát ő 25 grammos, tehát egy egészen pici. Ez már például padmajozásra, vagy hogyha kicsit úgy finomítani akartok a szereléken, mert nem úgy kap a harcsa, meg jobban érzékeny a harcsa, akkor egy finomabb szerelékkel, gilisztával, nadállyal is szintén tudod úsztatni. Ennek is van egy patrontartó a végén, szóval ezt is tudod úsztatni. Meg hát ugye a padmajozás. Tehát a padmajozáshoz már elég az ilyen kis kicsi, és akkor ott a padmaj tövébe ott igazából egy nadálycsokrot kell fenntartsál vele, arra nagyon jó, és a ilyen kis pöszmötölő kis elmozdításokat is jobban fogod ezzel látni, mint hogyha egy ilyen hatalmas úszót használnál, amikor ugye a padmajba csak meglöki a harcsa, vagy akármi, ezek jobban mutatják. Úgyhogy őt meg inkább úgy ezeket a kisebbeket, főleg erre a padmajozásra tudom ajánlani. Na, gyakorlatilag ugye van ez a három fél, amit ugye mutattam. Tehát a dugózásnak, tehát az úszózásnak igazából mindegyik kötése ugyanaz. Tehát mindegy, hogy most mire használod. Annyi, hogyha padmajozol, akkor, mert én itt is százas előkét szoktam monofilból használni, ha padmajozol, akkor nyilván egy rövidebb előkét kell kössél, ugyanis ott már ugye nem tudsz aztán lejjebb engedni az úszón, ahonnan van a kötés. És padmajnál sokszor ugye valamelyik mélyebb, ugye ott bent ugye a partszélén valamelyik mélyebb, valamelyik keskenyebb, és ott azért sokszor egész sekélyre kell állítani ugye magát a padmajos szerkót. Szóval ha padmajra kötitek, akkor elég egy ilyen egész kis rövid előke.
úsztatásnál már jobb, hogyha kicsit hosszabb, azért igazából itt is, amit ugye elmondok sokszor, hogy a harcsa ne egyből egy súllyal kontaktoljon hamar, ugye ott nyilván azt csinálom, hogy inkább akkor legyen hosszabb előke, és akkor még ugye ott tudok állítani. Én most ezzel mutatom meg, hogy hogy kötöm meg a dolgot. Én most itt van megint a kis 180-as kis vertikálózós, kutyogós kis üvegbotom, azon mutatom meg. Itt most egészen hosszú előkét fogok kötni, ugyanis ez most nekem egy ilyen éppen csukára be tudom dobni napközben, hogyha keszegezek éppen, meg szóval nagyobb testű csalihallal is, meg ugye kutyogásra kötöm én most ezt meg, hogyha csalihallal ugye csurgok, akkor az egész nagy testű csalihall, amit már mondtam, nem tudja lehúzni a víz alá, mert nyilván egy ilyen kis 20-30 grammos le tud. Ez ugye 300 grammos ez. És mindjárt mutatom nektek. Tehát ugye ezt megnézitek, ez egy cseppólom. Ez cseppólom, hát inkább ilyen szivarólom. Ez 100 grammos. Tehát ez megy ez alá. Ugye igazából lehetne akár 200 grammot is alá rakni, de mindig úgy kell nézni, hogy nyilván még ugye rajta lesz a nagy testű csalihal is, szóval, hogyha egy egészen nagy csalihalat rakunk, akkor ne rakjunk 200 grammot, mert akkor meg azért fogja lehúzni az úszót, mert sok lesz a súly rajta, meg sok lesz még plusz a halnak a súlya, hogyha úgy elindul lefele. Szóval ez a 300 grammos úszóz, én egy ilyen 100-as rakok, bőven elég. És hát nem egy bonyolult a szerelék, amint már mondtam. Az előke az megint csak, amit én mindenre használok igazából, az ugye ez a 100-as metket monofil zsinór, tehát itt nincs az a harcsa gereben fog, ami ezt el nyeszetelni. Ugye a szebb harcsákat is, amikor fogtam, látszik nyilván, hogy megkezdi, de nem tudja eldarálni. És akkor ezt szépen levágjuk. Mondjuk most nagyjából megnézitek, egy ilyesmi hosszúságot vágok le. Maradjon ugye a kötésre is, meg mindenre. Szépen levágom. És akkor itt is egy ilyen 6x0-ás horgot fogok használni. Ezt már mondom több embernek is, hogy én ezt a méretű 6x0-ás horgot, volt, aki beleszaladt már, nem minden 6x0-ás horog ekkor, ezt cége válogatja. Én ezt a nagyságot teszem föl. Szépen, ez mondom puha testűre is, közepes testű halakra, ilyesmikre jó. Igazából plusz még azt akartam mondani, hogy ezeket a horgokat részesítem előnybe, ami egy kicsit így meg van kanyarintva. Jobban akad, én úgy tapasztaltam, ami egy kicsit egy ilyen alakú, picit. A szaknevét nem tudom, éppen ez mi a szakneve ennek, hogy ilyen alakú, de mondom, én ezt szeretem. És akkor szokásos ilyen bojlis kötéssel, vagy nem is tudom, ilyen kötéssel, ugye megcsinálom így, összetekerem, így, és akkor szépen itt hátul kinyomom. Én már nem használok nagyon ilyen kötésvédő gumit sem, meg semmit. Így szépen. És akkor ugye ez így fog állni, tehát ezt mindig itt hátul dugjátok át, és akkor fog jobban akadni. Tehát így most így hülyén áll, de ha rajta van a hal, tehát amikor berántjátok, úgy hamarabb beakad. Ezt ugye elmondom mindig, amikor ezt mutatom, ezt az előkét. De ezt már szerintem rengeteg filmben beláttátok, ezt az előkét, ahogy megkötöm. Nagyon univerzális igazából, mondom, itt a sallagmentes szerkónál, de majd mutatok nektek egy ilyen Berman csöves kötést, ott is ugye nyilván szintén nagyon jó. És akkor itt is ugye szokás szerint nagyon erősen ezt meghúzom, meg itt levágom a sallangot szépen, azt meg majd gyújtóval ugye ezt kicsit azt még megszoktam pirítani, legyen egy kis csomó a végén, az is meggátolja az elcsúszást. Azt most nem mutatom, meg már rengeteg videómban mutattam. És akkor ugye itt is megint csak ennek a végét, megint csak így gérbe vágom, kicsit így szögbe, hogy könnyebben át lehessen a klippelőn nyomni. És akkor szépen a klippelővel
ugye egyszer itt átdugom, meg egyszer itt vissza, itt lesz egy hurok, szépen, de még így is nagyon nehezen megy át, meg van szögbe vágva, így, és akkor szépen csinálok egy ilyen kis pici hurkot, és akkor elnyomom a krimperővel, és akkor kb. A látjátok, itt most kutyogásnál, vagy így, hogyha húztattok, például egy ilyen hosszúságú erőke. Jobb, hogyha azért távol van a horog a súlytól, minél távolabb, annál jobb, annál kevésbé lesz gyanús ugye a harcsának, és akkor ezt összenyomom krimperővel szépen. Így összenyomjuk két ponton, amennyire erősen csak lehet. Így szépen össze van ugye nyomva. És akkor itt is a kilógó felesleget levágom. Aztán azt is szépen majd gyújtóval kicsit ugye megmelegítem, hogy ott legyen egy kis csomócska, és akkor ez így néz ki az előkénk. Innentől nem egy bonyolult a dolog. Ugye itt van a főzsinórunk, ugye ez a botnak, itt van a kis üvegszálas botom. Itt van a főzsinór szépen, és akkor a főzsinórba elsősorban szintén én szelepgumit szoktam használni, de ki mit használ. Itt arra kell figyelni, például a szelepguminál, most, hogy itt nekem a spiccemnek az utolsó gyűrűje, ez egy egész picike. Tehát én a szelepgumit is, most nekem ez a méret van, ezt még egy picit visszavágom, hogy amikor én ezt görcsbe húzom, hogy tudjam ugye állítani a magasságát ugye a szerkónak, tehát egy ilyen picit vágok, és ugye ezt áthurkolom ugye a főzsinórom, és meghúzom, ugye. Amikor a sallangmentes kötést csinálom meg ilyenek, ott kétszer húzom, hogy nagyon fix legyen, nyilván, hogy ott azért hogy le van fixálva. Itt, ilyenkor, ebben az esetben egyszer szoktam igazából áthúzni, egyszer áthúzom a hurkot, meghúzom, és akkor ez, ha benyálazzuk, ez tud csúszni. Tehát ez már kicsit, ez a szelepgumi, ami nálam van, ez sajnos már el van öregedve, mert ez már régi, tehát ez már kicsit olyan macskásabban mozog, de mondom, ezt tudjátok állítani szépen. Sokszor sajnos, ahogy öregedik, valamikor meghúzod, és ahogy húzgálod, leszakad meg ilyenek, de mondom, nem muszáj ezt az ütközőt használni. Ez ekkora így, ez még a spiccén átmegy. Ez akkor fontos, amikor például kutyogáskor, vagy akármi, amikor leengeded 5-6-7-8 méter mélyre ugye a szerkódat, és fönn van az úszód. És amikor kapásod van, akkor elkezded majd tekerni befele ugye a cuccot, és az ütköződ az átmenjen a gyűrűkön. Ez nagyon fontos. Tehát, hogyha nem szalad át a gyűrűkön fárasztáskor, hanem beakad, akkor onnantól nem tudod tovább tekerni, nem fogod tudni, vagy csak nagyon nehezen fog jönni, ahogy úzódik le, elcsesződik a fárasztás, bukod a halat, leakad, egyebek. Nem fog feszülni a zsinór. Szóval mondom, tehát ez olyan legyen, hogy ez mindig át tudjon szaladni a gyűrűkön. Tehát olyan nagyságú legyen. Ezt érdemesebb mindig kipróbálni, még mielőtt bevetésre kerül a szerkezet, hogy nehogy az legyen, hogy pont egy halfárasztásánál jársz úgy. És akkor ugye utána jön szépen ugye rá az úszó, itt nyilván a tetejével kezdjük, ott fűzünk be először, szépen így, ott van az úszó, és akkor jön a 100 g-os súly, amit mondtam nektek, azt is ugye átfűzitek szépen. Az is rámegy. És akkor utána jön az előke,
amit megint csak mi rátok bízom, hogy ki milyen csomóval köti. Igazából az a lényeg, hogy egy stabil csomóval legyen rajta. Én ezt át szoktam kétszer fűzni, meg megtekerem a zsinort, aztán átdugom a középen lévő hurkon, és meghúzom. Ez most úgyse fog látszani, ha megmutatom. És akkor annyi. De mondom, ez akármilyen csomó lehet. Igazából. Látjátok, áthurkoltam, megtekerem. Itt kétszer átbújtatom szépen. És ez stabil lesz. Jó. Ezt itt ugye ilyenkor jó meg kell húzni, hogy befeszüljön, és akkor utána, amit szoktam mondani, hogy én még ide rakok ilyen kis biztonsági csomót az egészre, és utána vágom el. Szóval itt még, hogyha nagyon nagy erő kifejtés is lenne, és esetleg még meg tudna csúszni ez a kötés, akkor még mindig ott van a biztonsági csomó, ami védheti a dolgot. Így ez akár lehet dupla is, most ez igazából mindegy. Szoktam valamikor duplát is. Megkötöm szépen, és akkor utána húzom meg jó erősen. Sokszor ez a biztonsági csomó, ez oda is csúszik olyankor ez. De valamikor látjátok, így se akar oda menni. Bármennyire húzom, viszont ha mégiscsak valamilyen megcsúszna, akkor még mindig ott van. Tehát ez ennyi. És akkor itt már levágom a dolgot. A felesleget. És akkor gyakorlatilag, ugye itt tudjátok állítani a mélységét, magasságát, és akkor így néz ki a szerkó. Tehát itt van az ütköző, itt van az úszó, ez ugye, ezt itt tudjátok állítani, hogy milyen mélységben legyen, itt van a súly, és akkor itt van még plusz az előke a horoggal. Ez így néz ki. És akkor mindjárt megmutatom nektek, hogy néz ki ez a vízbe. De mondom, ez minden dugós szereléket igazából így kell kötni. Mondom, itt a padmajozásnál esetleg annyi, hogy ott más, tehát ott kisebb előke hosszal dolgozzatok. Na és akkor ugye így néz ki az úszó szerkó. Így néz ki a vízbe. Szépen. Látjátok, hogy itt most konkrétan ugye ez a 100 g-os súly, ami alatta van, ez ennyire tartja fönt ezt a 300 g-os úszót, de még gondoljátok el azt, amikor egy tenyeres kárászon vagy bármi, akkor az még plusz még lehúzza, szóval nem kell a 300 g-os úszóra rakni 200 g-os súlyt, elég ez a 100 g-os. És ez gyönyörű szépen, amikor én kutyogok, akkor ugye ez le van engedve akár 4-5-6-7 méter mélységbe. Ugye maga a szerkó, az úszó az itt van fönt, és hogyha a másik kezemben meg ott a girisztás, akkor ha van is kapásom, akkor azt látom, hogy ugye elindul vele a hal vagy akármi, és van időm gyorsan letenni a girisztásbotot, és nyúlni mondjuk a halasér, amit ugye elkapott a harcsa. Szóval ez így működik.